Újabb elektronikus pénztárgépek, szeptembertől bővül az online kasszák használatára kötelezett vállalkozások köre, ami 60 milliárd forint plusz bevételt hozhat az államnak. Öregedő járműállomány, még 10 évvel ezelőtt 10,3 év volt egy személygépkocsi átlagos életkora, addig tavaly már mintegy 14 év. Korszerű körülmények, új helyre költözött a sürgősségi betegellátó centrum a József András Oktató Kórházban. Szeptembertől bővül az online kasszák használatára kötelezett vállalkozások köre, a Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A gépjármű alkatrész forgalmazóknak, a fitness termeknek, a plasztikai sebészeknek, a diszkót működtetőknek és a pénzváltóknak is be kell kötniük az elektronikus pénztárgépet. Ez azt jelenti, hogy újabb 30 ezer online kasszát helyeznek üzembe, ami a becslések szerint 60 milliárd plusz bevételt hozhat az államnak. 30 és akkor 25 a kifli. Még valamit adhatod? Amint az eladó beüti a pénztárgépbe a megvásárolt árucikket, az adatok azonnal megjelennek a NAV-nál. A kereskedelemben már 2 éve működnek az online kasszák. Ez a nyíregyházi belvárosi kisbolt 2014 júniusában helyezte működésbe az elektronikus pénztárgépet. Ugyanúgy, mint otthon az internet, úgy működik, folyamatos kapcsolatban van a NAV-val, az adóhivatallal. Hát be kell kapcsolni, be kell jelentkezni, és be kell ütni a váltópénzt, és utána akkor lehet használni. Ez így működik, este meg ugye le kell zárni, egy zárást kell csinálni. A vállalkozások a pénztárgép előnyét is látják, mint mondják, tisztább, tisztességesebb piaci versenyt tesz lehetővé. Ez év szeptemberétől a szolgáltató szektorban is kiterjesztik a kötelezettséget, ezt Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter jelentette be a múlt héten. A gépjármű alkatrész kiskereskedelmet, a motorkerékpár alkatrész kereskedelmet és javítást végzők, a plasztikai sebészeti tevékenységet folytatók, a tánctermet, más szép magyar szóval a diszkót működtetők, a ruházati tisztító szolgáltatást végzők, és a különböző fizikai közérzetet javító és testedzési szolgáltatásokat nyújtó vállalkozásokra fogjuk kiterjeszteni az online pénztárgépeknek a használatát. 2017. január 1-től a pénzváltókra is vonatkozik majd az új rendelet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 10.500 gép működik, megyei szinten is jelentős összeg került be az állami költségvetésbe a pénztárgépek bevezetése óta. A 2014-es áfa bevételek 3,7 milliárd forinttal növekedtek, ami 2015-re 12 milliárdos növekedést eredményezett. Ez a körülbelül 320%-os növekedés egyébként az online kasszák üzembe helyezésének is köszönhető. A vállalkozásoknak évente felül kell vizsgáltatniuk a gépeket, de revizori ellenőrzést is kaphatnak. A kereskedők számára nem jár anyagi teherrel a kassza működtetése, a kisebb kereskedésekben az alacsony forgalom és a vállalkozásokat terhelő adók jelentenek inkább gondot. 217 ezer pénztárgép működik az országban, szeptembertől újabb 30 ezret helyeznek üzembe, ami 60 milliárd plusz bevételt hozhat az államnak. Évek óta folyamatosan öregszik a járműállomány Magyarországon. Még 10 évvel ezelőtt 10,3 év volt egy személygépkocsi átlagos életkora, addig tavaly már mintegy 14 év. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az általunk felkeresett autószerelő műhelyben dolgozók azt mondják, a magyar autók műszaki állapota nem mindig felel meg az előírásoknak. Ez a fekete autó 10 éves, a lengőkart cserélik rajta. A mögötte lévő fehér személygépkocsi pedig már 13 éves, ezen is lesz mit javítani. Az általunk felkeresett autószerelő műhely szakemberei is azt tapasztalják, egyre öregedik a magyar járműállomány. Általában 10-12 évesek az autók, amik javításra jelentkeznek. Műszaki állapotokat figyelembe véve elég... Hát lestrapált autókról van szó, nem tartják figyelembe a kötelező gépjármű fenntartási előírásokat a gépkocsiknak a tulajdonosok. Ez azért van, mert drágák az alkatrészek, így a tulajdonosok költségkímélőbbnek tartják, ha nem, vagy csak ritkábban viszik el szerelőhöz járműveiket.
Azonban az emberek az ingyenes jármű ellenőrzési lehetőségeket kihasználják. Nyíregyházán április 2-án a kormányhivatal műszaki engedélyezési és fogyasztóvédelmi főosztályának mobil műszaki vizsgaállomása díjmentesen üzemelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei balesetmegelőzési bizottság közlekedésbiztonsági napján. A rendezvényel a gépjárművek és kerékpárok téli-tavaszi átállását segítették. Felhívjuk a figyelmet arra, megváltoztak az út és látási körülmények, nyilvánvalóan másabb sebességgel fognak közlekedni, talán kicsi óvatlanabbul, hiszen úgy gondolják, hogy tapad már az aszfalt, jó a gumi, na ezeket szeretnénk mi megvizsgálni, mind a gumit, mind a járműveket, fel vannak-e töltve, fel van-e készítve maga a gépjármű arra, hogy ebbe a melegebb időben közlekedjen. Fel van-e arra készülve, hogy tavasszal azért esők jönnek, ablakmosó folyadéka van-e, milyen az ablaktörlő gumik állapota, hiszen ez nem csak télen fontos. A rendőrök valamennyi autóba nyári ablakmosó folyadékot töltöttek. A legtöbben örültek a segítségnek, az ingyenes átvizsgálásnak. 78 óta van jogosítványom, és én még eddig, hála jó Istennek, balesetmentesen vezettem, és mindig szerettek biztonságos autóval járni, ugye, mert néha az unokáimat is kell hurcolni ide-oda, és az nem mindegy nekem, hogyha esetleg valami történik, mert különben május végén viszem a kocsimat műszakira, és kíváncsi voltam, hogy van-e probléma, mert úgyis akkor el kell, addig még meg kell javítanom, úgyhogy én így vagyok vele. A közlekedésbiztonsági napon nem csak az autósoknak kedveztek a rendőrök, a bicikliket is átvizsgálták, valamint ajándékot és hasznos információkat adtak a kerékpárosoknak. Láttam, hogy ki van írva, és gondoltam, megnézem, mi ez. Igazából ezért jöttem ide. Információt, hogy a bogdenem el van fáradva, vinnem kell szerelőhöz, mert egyből elszakadt, hogy meg be lett húzva. Az ingyenes vizsgálatra várakozók motorszimulátort is kipróbálhattak, a kisebbek pedig még egy rendőrmotorra is felülhettek. A helyszínen iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok segítettek, ők közlekedésbiztonsággal kapcsolatos színezőket és kirakókat ajánlottak az érdeklődő fiataloknak. Arról, hogy az előregedett gépjárművek műszaki állapota milyen veszélyekkel járhat a közutakon, és milyen költségeket ró a tulajdonosokra a rendszeres karbantartás, 35 perc című műsorunkban bővebb összeállítást láthatnak. A műsor szerdán 18 óra 25 perckor kezdődik. Érdemes figyelniük az autósoknak, mivel holnap reggel 8 órától üzemszerűen működnek az új trafipaxok az ország 134 pontján. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében Nyíregyházán 5, Máté-Szalkán pedig egy helyen. A fix kamerákkal egyetlen felvétellel akár 3-4 féle bírságot is kiszabhatnak. A kamerák az első és a hátsó rendszámot is képesek leolvasni, a lézerszkenner 3D-s modellt készít az autóról, a radar pedig a jármű sebességét méri. Büntetik többek között a záróvonal átlépést, a gyorshajtást, de azt is rögzítik, ha piroson megy át az autó, vagy olyan irányba hajt, amelyre a közúti jelzések szerint nem mehetne. Több fát is kidöntött az erős széllel járó vihar a hétvégén jármű közelében, a 49-es számú főútvonal mentén. Egy autós éppen akkor haladt át az említett útszakaszon, amikor egy fa zuhant az úttestre. A sofőr már nem tudott lefékezni, neki ment a kidőlt fának. Az autó utasa könnyebben megsérült, őt a mentők a Máté-Szalkai kórházba szállították. A forgalmi akadályokat a tűzoltók számolták fel, hogy megindulhasson a közúti forgalom a 49-esen. Új helyre költözött a sürgősségi betegellátó centrum a Józsa András Oktató Kórházban. A sebészeti és a gyermekgyógyászati tömb között lehet bejutni az épületbe. Szombaton költöztek, mert akkor kevesebb volt a beteg. Az új hely alapterületre is nagyobb és egyszintes. Ezentúl a mentőknek is sokkal egyszerűbb lesz a dolguk. A térképen zölddel és római ötössel jelezték az új sürgősségi betegellátó centrum helyét. A kék és négyes gyermekgyógyászat és a szürke és hatos sebészeti tömb között van az épület. Zöld színű útbaigazító táblát is kitettek, hogy a gyalogosok és az autósok egyaránt megtalálják az új bejáratot. A régi épületből, amely a Szent István út felé nézett, tulajdonképpen 180 fokkal megfordult az épületnek a bejárata. Ennek a szép új épületnek a bejárata tulajdonképpen az STK épületünk felé néz, a Bocskai utca felé. Innen tudják megközelíteni a betegek és a hozzátartozók az épületet. Ez ebből kifolyólag nagy közlekedési változásokkal járt a kórház területén.
Hordágyon hozza a beteget a mentőápoló. Nem kell várni az idős hölgynek, azonnal viszik a kezelőbe. A változtatás egyik oka éppen az volt, hogy a mentőszolgálat sokkal egyszerűbben és gyorsabban tudja beszállítani a betegeket, mint korábban. Az OMS regionális igazgatója azt mondta, elégedett az új centrummal. Hát egy irányban jövünk ide, egy irányban távozunk, előtte több parkoló van a mentőknek, felett parkoló van. A bejutásunk egyből a triás pulthoz, az információs pulthoz, a bejutásunk is sokkal egyszerűbb. Ha kritikus állapotú beteg van, akkor egyből be tudunk menni gyakorlatilag a soktalanítóba, onnan az intenzív részlegre. Tehát leegyszerűsödtek, sokkal gyakorlatilasabbá váltak az utak is, amelyeket a beteggel be tudunk tenni. Nem kell várnunk minimális időt sem, hogy bejussunk ebbe a soktalanítóba például, ott várnak bennünket már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy sokat, nagyon sokat ugrottunk előre. Nem csak könnyebb megközelíteni az új centrumot, de nagyobb alapterületen is várják a betegeket. Ráadásul nem kell lépcsőzni, mert egy szinten alakították ki a várót és a rendelőket. Ez 3500 négyzetméteres, egyszintes, tehát itt minden olyan elv figyelembe volt véve a tervezés során, hogy a mozgáskorlátozottak is tudják megközelíteni, és a mentőforgalom is minél közelebb kerüljön a főutcákhoz, így a 41-es számú főútról is most már direkt behajtási lehetőség van a mentőforgalom számára. Az utóbbi néhány hétben több részleghelye is változott a József András kórházban. A költözésekről szerdán adnak részletes és összefoglaló tájékoztatást. Tragikus Magyarország demográfiai helyzete, hangsúlyozta Nyírbogáti előadásán Bayer Zsolt. A publicista arról is beszélt, hogy míg Afrikában egy átlagos nő akár 5-6 gyermeket szül élet során, addig Európában és Magyarországon egy vagy két gyermeket vállalnak a családok. Bayer Zsolt szerint elfogadhatatlan több millió migráns elhelyezése Európa országaiban. Le kell zárni a határokat. Nem szabad beengedni senkit. És ezt úgy tűnik, hogyha későn is, de Európa ébredezik, és szép lassan ezt mindenki felfogja és belátja. Magyarul követik a magyar példát, ha egy éves, másfél éves csúszással is. A demográfiai helyzet, na, az egy kicsit bonyolultabb és összetettebb. Itt alapvető változásra van szükség az európai társadalmak mentalitásában. Korrupció, egészségügy, oktatás, ezzel a három fő témakörrel foglalkozik a Jobbik a Valódi Nemzeti Konzultáció elnevezésű programjában. Szombaton Nyíregyházára látogatott Vona Gábor, az ellenzéki párt elnöke. A politikus azt mondta, az oktatásban a strukturális reform lenne a megoldás, az egészségügyben pedig az alulfinanszírozottság megszüntetése. A pártelnök kiemelte, a konzultáció első szakasza hamarosan lezárul. Terveink szerint a nyár végére érünk az első társadalmi és szakmai konzultációs szakasznak, lehetőséget adva magunknak arra, hogy magukat a kérdéseket mind a három területen összeállítsuk, és hogyha ez megvan, akkor postai úton fogjuk szeptember elején megkeresni a magyar embereket. Minden háztartásba meg fog érkezni a levelünk, és lehetőséget adunk arra, hogy ki a maga válaszát anonim módon visszaküldje. Hauser Adrián zongoraművész adott koncertet Máté Szalkán. Az estről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Cegléd elleni két vasárnapi mérkőzéssel befejezte az alapszakaszt a Sunshine Nyíkse kosárlabda csapata, amely a 8. helyen végzett az NB2 keleti csoportjában. Az éllovas Ibrány 2-0-ás vereséget szenvedett Máté Szalkán, az üldöző Nagyecser pedig 2-2-es döntetlent játszott Kemecsén a labdarúgó megyei első osztály 21. fordulójában. Jótékonysági estet rendezett a Máté Szalkai Rotary és az Inner Wheel Club szombaton. A rendezvényen a város szülötte Hauser Adrián zongoraművész, valamint fiatal tehetségek léptek fel. Az est teljes bevételét a Máté Szalkai területi kórháznak ajánlják fel a szervezők. Herdon Balázs és Herdon Péter, Máté Szalka ifjú tehetségei is felléptek azon a gálán, amelyet jótékonysági célra rendeztek a Máté Szalkai Kulturális Központban. Ők alig idősebbek most, mint az est művész vendége, Hauser Adrián akkor volt, amikor a Szatmári városból Budapestre a Zeneakadémia előkészítő tagozatára került. A zongoraművész azóta a világ számos koncerttermében lépett fel, rendszeresen tanít itthon és külföldön egyaránt, de szülővárosától nem szakadt el, szülei és testvére ma is itt élnek. Ezért is fogadta el szívesen a szervezők felkérését. Azelőtt elég sokat játszottam itt, volt egy pesgő
zenei élet sok zongora estel. Hát változik a világ, de most nagyon örülök, hogy ezen az alkalmon újra itt lehetek, és izgulok is, úgyhogy ez egy érdekes érzés, és nagyon jó. A művész az esten Metner, Chopin és Bartók műveket adott elő. A műsor ifjú fellépőit a szervezők a Tehetséges Ifjúságért pályázat díjazottjai közül választották ki. Az Innerville és a Rotary Klub tagjai gyakran jótékonykodnak, hiszen a szervezet jelszava az önzetlen szolgálat. Jótékonysági estünk még nem volt ez az első, de nagyon sok jótékonysági programunk van. Minden évben támogatjuk a rászorult gyerekeket, karácsonykor megajándékozzuk őket. Rajzpályázatot hirdettünk, és a rajzpályázat sikeres alkotásaiból például naptárt adtunk ki ebben az évben, annak a bevételét is jótékonysági célra fordítottuk. A rendezvény bevételét a klubok orvosdiagnosztikai műszerek vásárlására fordítják majd, amellyel a Mátészalkai Kórházat fogják támogatni. A Cegléd elleni két vasárnapi mérkőzéssel befejezte az alapszakaszt a Sunshine Nyikse kosárlabda csapata. Kovács Tibor együttese a 8. helyen végzett az MB2 keleti csoportjában, így a rájátszásban a 100%-os teljesítménnyel első helyen záró DKE Deac lesz a nyíregyháziak ellenfele. Meglehetősen sűrűre sikeredett az elmúlt hét második fele a nyíregyházi csapat számára, 5 nap alatt 4 meccset is játszott a Sunshine Nyikse. Szerdán Békés Csabán 72-65-ös vereséget szenvedtek Kovács Tibor tanítványai, akik pénteken 95-81-es győzelemmel vágtak vissza a békésieknek. Vasárnap Cegléden két találkozó is várt Horváth Bencéjékre, az elsőn 121-76-ra, a másodikon pedig 81-69-re győzött a házigazda. A nyíregyházi csapat végül 9 győzelemmel és 13 vereséggel, amíg rájátszást érő 8. helyen zárta az alapszakaszt. Én azt gondolom, hogy büszkék lehetünk rá. Alapvetően az NB1-es csapat mögött NB-szintű csapat nem volt a megyében eddig. Vállaltuk és a háttér kialakítása után, főleg a Sunshine-Nyikse csapatának köszönhetően az utánpótlás csapatunk mögé állt, felkarolt bennünket, és ennek megfelelően november-október végétől bekapcsolódtunk az MB2-es mezőnybe. Igazából ez volt az elsődleges örömteli hír, a második pedig az, hogy a bajnokság során nyújtott teljesítmény, a csapat hozzáállása az maximális volt, és az ellenfelek edzőitől kapott visszajelzések alapján nagyon szép teljesítmény nyújtott a csapatunk. A korábban az NB1-ben és az NB1B-ben is szereplő csapatkapitány Horváth Bence szerint az elmúlt évekhez képest emelkedett a színvonal az NB2-ben. Minden csapatban van átcsoportos múlttal rendelkező játékos. Egy igen jó színvonalú bajnokság most ez az NB2 a véleményem szerint. Jó csapatokkal, és többen is fel szeretnének kerülni NB1B-be. A rájátszásban a Sunshine Nyikse a keleti csoport győztesével a debreceni DKE Deaccal vív két meccses kuparendszerű párharcot. A mérkőzések időpontjairól még egyeztetnek a csapatok. Az Éllovas Ibrány 2-0-ás vereséget szenvedett Mátészalkán. Az üldöző Nagyecser pedig 2-2-es döntetlent játszott Kemecsén a labdarúgó megyei első osztály 24. fordulójában. A listavezető szabadnapos lesz a hétvégén, így riválisai tovább faraghatnak hátrányukból. Újabb idegenbeli meccsen szenvedett vereséget az Éllovas Ibrány, Gerlicki Máté együttese Mátészalkán kapott ki 2-0-ra. A második helyezett Nagyecset 2-2-es döntetlent játszott az alsóházi Kemecse otthonában, a harmadik Nyírgyulaj viszont 2-1-es sikerével elvitte a 3 pontot Tiszakanyáról. A Nagyhalász 3-1-re legyőzte a Szakolyt, a Fehérgyarmat a Mándagot verte ugyancsak 3-1-re. A 21. fordulóban két mérkőzés végződött döntetlenre, a Gyulaháza Tiszavasvári találkozó 1-1-jel zárult, csak úgy, mint a Tuzsérsényi összecsapás. Utólag azt lehet mondani, hogy igazságos döntetlen született, ráadásul Tuzsér otthonából azért kevés csapat hozza el a 3 pontot. Szó mi szó, voltak meleg szituációink, 11-est is hibázott a házigazda csapat, de én összességében úgy érzem, hogy 1 pontra azért rászolgáltunk. A tabella élén az Ibrány áll 44 ponttal, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 36 pontos Nagyecseret és a 35 pontos Nyírgyulajt. Szintén 35 pontja van a Szakolynak, amelyet a 31 pontos Sényű és két 29 pontos együttes, a Mátészalka, illetve a Fehérgyarmat követ. Az alsó régióban a Gyulaházának 16, a Kemecsének 14, a Sereghajtó Nagyhalásznak pedig 13 pontja van. A 22. fordulóban az Ibrány lesz szabadnapos. A párosítás a következő: Baktolórendháza Fehérgyarmat, Nyírgyulaj Nagyhalász, Nagyecset Tiszakanyár, Tiszavasvári Kemecse, Mánduk Gyulaháza, Sényő Mátészalka és Szakolyt Tuzsér.
Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. A gépjárműalkatrész forgalmazóknak, fitnesstermeknek, a plasztikai sebészeknek, a diszkót üzemeltetőknek és a pénzváltóknak is be kell kötniük az elektronikus pénztárgépet. Ez azt jelenti, hogy szeptembertől újabb 30 ezer online kasszát helyeznek üzembe, ami a becslések szerint 60 milliárd plusz bevételt hozhat az államnak. Évek óta folyamatosan öregszik a járműállomány Magyarországon, míg 10 évvel ezelőtt 10,3 év volt egy személygépkocsi átlagos életkora, addig tavaly már mintegy 14 év. Ez derül ki a Központi Statisztikai Hivatal adataiból. Az általunk felkeresett autószerelő műhelyben dolgozók azt mondják, a magyar autók műszaki állapota nem mindig felel meg az előírásoknak. Új helyre költözött a sürgősségi betegellátó centrum a József András Oktató Kórházban. A sebészeti és a gyermekgyógyászati tömb között lehet bejutni az épületbe. Az új hely alapterületre is nagyobb és egyszintes. Ezentúl a mentőknek is sokkal egyszerűbb lesz a dolguk. A Kölcsei Televízió híradóját látták április 4-én hétfőn. Friss hírekkel természetesen holnap este jelentkezünk. Addig is tudósításainkat, műsorainkat megnézhetik honlapunkon. Munkatársaim nevében köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Holnap is napos időre számíthatunk, a magasban továbbra is száraz, meleg levegő érkezik térségünkbe. Éjjel többnyire derült lesz az ég, legfeljebb kevés fátyol felhő várható, csapadék nem lesz, a délies szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggel általában 8 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben időnként erősebben megnövekszik a fátyol felhőzet, de emellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A délnyugati szél napközben megélénkül, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, front nincs fölöttünk, de a magasban történő melegedés miatt melegfronti hatás tapasztalható. A következő napokban folytatódik az ilyenkor szokásosnál jóval melegebb idő, enyhék lesznek az éjszakák, a csúcshőmérséklet pedig 6-7 fokkal meghaladja a sok évi átlagot, eleinte csak kevés felhő zavarja majd a napsütést, futó zápor csak elszórtan fordulhat elő csütörtöktől, majd a hét végén már sok lesz felettünk a felhő, több helyen várható eső, és visszaesik a nappali felmelegedés mértéke is, a jövő hét elején ismét melegedés kezdődik.